Szavaztok, cső! Sziasztok! Hellótok! Újra itt vagyunk együtt, mindannyian. Újra. Na, újra itt vagyunk, egy kaja kihívás lesz ismét. Igen, egy rövid pillanatra elmondom a lényegét, mi volt ezzel a kaja kihívással. Nos, én akartam csinálni egy Gigaburger 2.0-át, azaz egy visszavágót. Engem még mindig zaklat belül az, hogy nem tudtam megenni ezt a Gigaburgert. Ezért úgy gondoltam, hogy ezt fogok csinálni, viszont annyira összezavarodtak a dolgok, mert volt annyi ötlet, hogy most a végén egy ilyen, hát ilyen burító, egy ilyen magyaros, miklósos burítót fogunk csinálni. Hát kíváncsi vagyok, hogy mekkora lesz, meg tudjuk enni. Mit rakunk bele? Darált hús, marha és pulyka vegyesen, darált hús. Csinálunk egy darált húsos kis fokhagymás, enyhén fűszeres kis ragút, és akkor megtöltjük salátával, paradicsom, hagyma, bab, kukorica, még gomba is, minden van, gyerekek. Hát már most elmondom, hogy kövessetek be egyébként Instán. Kérdezték tőlem, hogy neked miért nincs Instán. Mert öreg vagyok hozzá, nem? Annyira tőlem nem. TikTokoznod kéne, Pupi. TikTok. Ezt szoktak keresni az utóbbi időben téged is, legyen közös live, és lesz. Edzés. Ugye megbeszéltük, hogy keresünk majd egy termet, akik biztosítsák nekünk a izét, internetet, az izéket, minden is. Hát ilyen gépes, kondigépes kis, mondjuk én lehet, hogy felhúzok, mert miért lehet? Azt tudok teremből is. Ugye van mi ilyesmi a terv, majd meglátjuk. Mi lesz, koncentráljunk én a mai feladatot. Én megjátszani fogok az összes géppel. Játszom? Miért? Ez nem járt, ez nem kaszinó. De nem olyan, amikor kezdőként, kaszinóba akar lenni a srác? Olyanok a gépek, mint a, tudod, először oda ülsz, mint a kisgyerek a Vidán Parkban, vagy a játszótéren. Ja, ez mi? Ja, ez csigás, ja, izé. Az a baj, Pupi, hogy nekem már ráng a szemem, izzad a tenyerem, és nem ettem ma még semmit, úgyhogy téged fogom szerintem megkezdeni. Olyan két banánt ettem ma már. Pillanatokon belül megkezdelek téged is, hanem akkor a Pupi beáll a kamera mögé, én meg itt maradok a kamera előtt, és mondom, mi fog történni. Úgy gondoltam, hogy simán a darált húsokat leprítjuk, de durván. Egy hagymát, ez kertből szedett, nem ilyen boltiratyi ez. Ez rendes, kertből én magam emeltem ki, dajkáltam, nevelgettem, szoptattam. Ja, ezek a zöldségek, ugye ezeket fogjuk majd a kész burítónkba belepakolni, ki mit szeretne. Viszont, Pupi, nem, azzal fogom kezdeni, hogy a bacon, mert ez ilyen magyaros jellegű lesz a dolog, ezért baconet először lesütünk. És akkor annyi baconet vettél? Hát nekem csak ilyen izének kell, hogy így legyen valami nyomokban. Hát figyelj, azért van itt hús, érted? Hát azért ennyit egyedül megennék. Jaj, Pupi, de a nagy szavak, mint a izéné, mi? Palacsinta, oda néz. Hely volt a palacsinta, azt mondjuk. Most erről üssél valami arra jó képet. Valami jó közelít. Egy makrót. Zoomolj bele, zoomolj rá minden. Van egy békön egy fagyi? Mert akkor én kérek. Igazából nem sok közel lesz, elmondom őszintén, nem sok közel lesz az igazi tradicionális burítóhoz. Alapból ugye ezt nem is darált hússal csinálják, szóval ez a felvétel, amit most látok, ez már a Lumix kamerával készült, amivel ugye kicsit beruháztunk itt a dolgokra, upgrade-eltük a csatit. Hát ideje volt, azért azt be kell. Majd kíváncsi vagyok, különben megnézem a kettőt összehasonlítva, hogy hát szerintem a telefonnál azért csak jobb lesz, nem? Az internet. Miért? Tudom, mit kéne ide fel? Egy rohadt erős reflektort, ilyen izé lámpát, tudod, LED lámpát. Ez nagyon jó lenne itt felszerelni valahova, és akkor az úgy más megvilágításba helyezni a dolgot. Ilyen külföldi oldalakon viszonylag jó áras, hogy lehet kapni egy képet. Mit keresel itt a külföldi oldalakon, Pupi? Magyar mennyezetre, magyar reflektor! Pupi! Amúgy Kínából hoztak be. Ez, hogy bolti hús, nem hentestől szereztem, elnézést kérek már előre. Ez most egy ilyen gyorsan valamit dobjunk össze, szituáció. Hol ezek vagyunk? Ez a pulyka ide. Papír! Nem szereted az izét? Rosszony, sült, szalvétát? Ha milyen vegán vagy te, Pupi? Zsi! Hát az eltöt tényleg egyedül fogom megenni, az baj. Az még jobb, hogy baj lenne. Nem már.
Viszont én így, ahogy sül ez a dolog, már most... jó, ez most nem jött össze. Nem volt valami profi. De az úgy vágós műszer. Te tudsz ilyen izét amúgy? Ilyen gyors aprítás? Én csak láttam, hogy ott csinálják. Láttad tényleg? Én még látni sem láttam. Én van egy szakács ismerős, amit tök csalódtam benne, hogy egyszer mondtam neki, mondom, te mutassad meg. Pont kinti bográcsozás volt, és ő volt a séf. És ő tényleg szakács volt a srác. És mondom neki, hogy... Mondom, nyomja be egy hagyma aprítást, és akkor mondom, tudsz gyorsan vágni hagymát? Azt mondja, persze. Na, mondom, végre én is látok élőben ilyet. Valahogy olyan csalódtam, hogy nem vágta gyorsan, így izéte tempósan vágta, de nem úgy, mint a izében, nem úgy, mint a rotációs kapa, nem pörgött úgy a gyerek, mint... Mit? Na. Szó. Egy kicsi... Mi menjen ebben? Major, menjen egy kis major adna, miért ne? Hadd szóljon. Miért ne? Hol menjen? Kis csili? Finomat. Picit. Finomat. Neked finomat. Hiába írjátok esetleg, hogy... Ez nem is burító, tudom, hogy nem burító valószínűleg. Valószínű semmi köze a burítóhoz, amit csinálunk. Csak leginkább arra fog hasonlítani kinézetre, azért adtam neki ezt a nevet. Egyébként ez most egy ilyen tök... Hát nem azt mondom, hogy most találtam ki, mert megmondom nektek őszintén, hogy én szoktam egyébként ilyet csinálni, amikor úgy nincs semmi ötletem, hogy mit csináljak, akkor sokszor előkapok egy fél kiló vagy kiló darált húst, és csinálok egy ilyen, lesütök egy ilyen ragút. Igazából semmi extra, semmi izén nincs tervem, hanem elkezdem lesütni a darált húst, és amit úgy gondolok, hogy jó, meg szeretek, azt hozzárakom. Mint például most, és valószínűleg úgy is jó lesz a vége. Mert ha jókat raksz bele, akkor nem lehet rossz. Egyébként egy kommentelő mondta, hogy megpróbál nekünk szerezni ilyen ízé sajtot, azt megennél? Igen. Az a... meg? Igen. Az a kukacos, tudod? Kukacos? Azt is. Amikor rágják, de benne vannak a kukacok, Fubi. Hát az azt mondja, hogy elhető. Elhető, hát azt úgy eszik, hogy a kukacsal együtt. De úgy, hogy mozog benne, hogy mászik meg minden, tudod? Hát hogy mászunk. Megennél? Hát tudom. Nem, mert szerintem te megennél. Én nem hisz. Hát... Kukac nélkül megkóstolnám, de kukacsal így nem biztos. Tudom, hogy a kukac engem is kicsit megriaszt. És a gombát így hozzá szórod, így. Na, mehet hozzá egy kis kukorica. Hát nem tudom, babot vettem, te raknál bele babot? Nem raknék valamit. Hogy ne raknék? Hát akkor szinte ez egy ilyen izé lesz, ilyen chili con carne. Tudod, hogy a bab az egyik legegészségesebb élelmiszer? És mennyi izé van benne? Szénhidrát. Hát, Pupi, hallod ezt? Hát, ez durva lesz. Tudom, mire gondoltam, hogy a színét adjuk meg neki egy kis piros paprikát hozzá. Amúgy az. Valószínű ugye a burítóban ez sincs benne. Igazából nem is tudom, hogy mi van benne, ami ebbe. Van egyáltalán valami közös nevező? Mi? A kukorica szerintem. Hát a kukorica az, hogy azért ennek azért tényleg van jó illata, ugye? Igen. Ez egy jó kis adag lesz, Pupi. Szerintem ezt ketten bevágjuk. Szüven. Szerintem ez már kész van, úgy ítéltük meg Pupival. Ha nincs, akkor is kész, mert rohadt éhesek vagyunk. Kilapátolom egy ilyen tálba. És hogy akkor ezen fogjuk ugye a tortilla lapokat is átmelegíteni. Tényleg csak egy pillanatra átmelegítjük, és így a szaftja sem egy kárba, mert ugyebár a tortilla még össze tudja gyűjteni ezt a jó kis szaftot. Ugye, Pupi? Igen. Szólja, hogyha valamit nem jól mondok. Hát egyetértek. Én ilyet szoktam magamnak csinálni, ilyen izéket. Csak azért mondom, hogy legyen neve a gyereknek, idézőjelben, elneveztem burítónak, de... Na, igazából ahhoz hasonlít a legjobban, csak azért. De egyébként szerintem rohadt jó kaja így, hogy mondom, sokszor csinálok ilyet. Ha megéhezek, nincs ötletem, nem kívánok ilyen pizza rendelést, meg ilyeneket, valamiért olyanon van éppen, akkor darált hús, ha van itthon, akkor összedobok egy ilyet, amit találok épp a spájzba, beledobálok, kis izét, kukorica, gomba, kis izét, poloskát, csótányt, amit találok, még mellé bedobom. Elbocsuk a tortillát.
szigorúan úgy kell felbontani, mint egy ősember, amúgy, ordítva, dühöngve, picit így, és amikor érzem már a kezemmel, hogy hú, már kezd forró lenni, na akkor le, így, ezt is, na, erre is kicsit rá sajt, így, így, srácok, durva lesz, ez durva, így mehet a nagyobb lukúval, na, és akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Mehet ugye rá a lényeg, igen, így. Így megpróbálom a közepére. Így viszont még soha nem próbáltam, úgyhogy ez nagyon jó lesz egyébként, ez nekem is tapasztalat. Experience, hogy így. Fölhalmozzuk a közepére, igazából. Ugyebár. Akkor mehet rá egy kis hagyma. Kis lila hagyma, kerti lila hagyma. Nem ilyen izé, bóvli. Így. Én rakok rá egy kis salátát. Hát nem tudom, hogy paradicsomot sem nagyon vagy rakjak. Hát, így egy-két darabot rárakok. Csak hogy látszódjon, hogy valami van. Új hagymával meg. Szórom. Várjál, még nincs vége, még mindig. Na várjál. Egy. Kettő. Ó. Ez a magyar sushi. Ezt föl kéne göngyölni, és akkor ez lenne a magyar sushi. Négy. Nem tudod akarsz békön tenni? Én igen. Én mondtam, hogy nekem kell. És akkor megpróbáljuk óvatosan. Ha, igen, ezt mondtam, hogy itt van az a baj, pont a középre raktam a cuccot, és így. Ah. Na, jó lesz. Ó, oh, pupi! Mi? Szimpatikus. Díszítés. Tej föl kellett volna, hogy a pupi barátom felvilágosított később, de viszont elfelejtettem. Ah, pupi! Vérzel! Felvágom nektek, hogy nézzük meg, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy milyen így belső nézetből. Adjuk meg a módját, pupi! Oh, God! Azért ez ott van, gyerekek. A tálcának a súlya 3,55. Ezt én le is tárázom, lenullázza, látjuk. Mondom lenullázza, így. És akkor ugye 3,54, és akkor most jön a buri. Ú, bazd meg, pupi, ez nagyon sok. Ez nem terjesztett most le, nem? De. Másfél kiló. Az jó. Ez nem fog lemenni. De lesz. Ó, na jó, állítsd össze a tiédét. Szerintem a tiéd az nagyobb lett. A kajak, a komolyabb. Nézem. Szerintem a tiéd az nagyobb. Nem baj, most már az a tiéd. Hát ha az megeszed, pupi, komolyan mondom, akkor én itt a teraszról egy csukafejessel fogok levetődni a teraszról, ha ezt megeszed. Komolyan. Bazi, még ez nem? Pupinátor, a Terminátor, motivátor. Nézd, ezt is. Még egy kis saláta. Még egy kis saláta. Minek annyi salit? Kell, egészséges, azt mondják. Kis gazd, dobrágazd. Ez is egészséges, minden kell. Hát, új hagyma az jó, mert az megadja. Gyerekek! Hallottad, tényleg nagyon brutálizét csináltál. Rájöttem, hogy azért használsz ennyit, mert amúgy nem te fizetted, ugye? Ugye? Tuti az van, hogy mivel... Hát már vendégségben meg vagyok, hogy bolyan már olyan vendégségben meg... Nézd meg, meghívom kajálni, ezt minden, amit talál, bepusztít, mindent bepusztít. Mondják, ez tényleg nem fog bele. Figyelj, maradt a nyitott is, ha gondolod. Mennyi volt a 355? Ez 2,5 most. Akkor ebből vonna a 300-at. 355? Az... Hát... 2150. Hát 60. Akkor ez több, mint 2 kiló. Pupié több, mint 2 kiló. Fél kiló volt több, mint a tiéd, mi? Aha. Igen. Fél kilóval több. Jó étvágyat. Egészségünk a gyerekek. Ha! Hülye darázsit rákapott. A kurva. Én először félbevágom. Hát én is félbe van, úgyhogy én meg is kezdem. Mondjuk, nem tudom, bal vagy jobb oldallal kezdem, pupi? Amely kézzel esik.
baloldal mindenféle politikai maszlag nélkül. Hát akkor gyerekek, megmutatom így még egyszer. Ez lenne a burító, ahogy én elképzeltem ma délelőtt. Jézusom, pupi! Jó. Hát az már egy csecsemő mérete, baszki. Ez az amúgy. Te most megeszünk egy csecsemőt. Jó, itt vagy. Én később villába leszek, eszek neki. Nem. Hát egy ilyen úrifiú vagy. Nem, mi? Mondd egyszerűen. Baszki. Kinek tök is ők? Pupi. Jó. Megvan, hogy jók lettünk, jól csináltunk. Srácok, ajánlom figyelmetekbe, mikiféle burítót. Picit mehetnek több só, ugye? Hát egy picit igen. Picit ilyen sótlan. Kicsit több fűszer esetleg, de így is jó. Fele megvan. Az hát a tiéd lesz, ami. Halljuk meg valamivel. Mert rámadják a legyek.
Megvan? Győzött. Miért elmettek? Nem, a felet meghagytam. Jó, te az... Na azért, ez a pupi még, gyerekek. Hát meg övé. Burrito finito. Hát akkor összegezzünk, pupi. Milyen volt a burrito? Nagyon finomra sikerült. A Mikito burrito. Én úgy érzem, hogy a Mikito burrito félúton azt mondta, hogy elég, mert így úgy még az pont jól esett. Én nem robbanok fel, viszont én nagyon finom volt, és egy nagyon kellemes emlék maradt bennem. Akkor jó. Bennem csak a fájdalom marad. Ide ment a burrito, itt van fönn. Nem is lement a gyomromba, fölkúszott ide, látod? Fogd meg, ott a burrito. Ott van. Annyit elárulok a következő edzés videóban, nem csak erősnek kell lennünk, hanem bizony fejben is okot kell lenni. Ezt majd meglátjátok, hogy értem, erről nem mondok egyelőre semmit, mert még az sem biztos, hogy működik. Majd leteszteljük, hogy működik ez a dolog. Derül. És akkor végezetül... Figyelj, de ha nincs ész, akkor van erő. Valami, figyelj, legalább minden nem lehet. Minden nem lehet. Ugye szépek is vagyunk, erősek is vagyunk, hát most ha nem vagyunk annyira okosok, azért háromból azért csak kettő megvan, nem? Ennyi, erőből megoldjuk. Ennyi. Erőből és szépségből, sármból kivitelezzük azt, amit észre nem tudunk. Na jó, ez most egyre rosszabb lesz, úgyhogy köszönjük. Köszönjük. Szevasztok! Sziasztok! Cső! Sziasztok!